Fájdalmas veszteség érte városunk közösségét. Július 10-én örökre lehúnyt a szemét, és elindult a minden élők utolsó útján a nánási pásztorélet, a pásztor hagyományok, népszokások ismerője, gyűjtője, a Hortobágy örökös pásztora, Máró Gábor. Háborús időkben, 1940-ben született a nagyhírű Máró familiába, és egyenesen a tedei legelőre vitte a gólya, mint sokszor mesélte. 1940. februárjában születtem, február 26-án, és hát május első napjaiba kerültem ki erre a helyre, ahol jelenleg állunk. A szüleim hoztak ki, akkor volt édesapám második évben önálló pásztor, és természetesen hát itt nánáson az volt a gyakorlat, hogy a pásztor a családját is kiköltöztette a legelőre, és itt ezen a helyen volt az a kunyhó, ami a családnak abban az időben, nyári hónapokban a szállást adta. Tehát akkor én itt éltem az életem első évét, utána még párat, és hát majd később aztán a nagy közös legelőn éltem a gyermekkorom további részeit. És ezt a legelőt, ami hát körülbelül 8-10 kilométer hosszú, ezt én végig laktam gyermekkoromban. A gulyás mesterséget édesapjától tanulta, de valójában már neki nem sok idő adatott a pásztor életből, hiszen mire felnőtt korba ért, már más világ lett. Polgári foglalkozást választott magának, 1967-től a tűzoltóság munkatársa, majd 1983-tól, 1995-ben bekövetkezett nyugdíjazásáig városi tűzoltóparancsnok volt. A nyugállomány évei alatt érzett rá a helytörténeti kutatás ízére, és gyűjtötte össze sorra rendre a nánási pásztor élet, a pásztormúlt, különféle szokásait, hagyományait, legelőkről, kutakról, vagy akár a szőlőművelésről. De papírra vetette a hajdonánási tűzoltóság történetét is. Néprajzi gyűjtőtevékenységét, országos eredményeit Hajdonánás városa Sós Gábor közszolgálati díjjal ismerte el, de Hajdú-Bihar megye is tisztelettel adózott munkásságának, amit Kölcsey díjjal jutalmazott. Alakját, emlékeit számtalan televíziós felvétel őrzi, hiszen mindig kész volt kedves témáiról mesélni, átadni mindazt, amit ő még személyesen megélhetett a legelőkön, a határban, édesapja mellett, a kiterjedt Máró familiában. Én a tavaszokat, az általános iskolás koromban, tavaszokat és őszöket mindig Tanyasi iskolába jártam, talán a legtöbbet ebbe, a Nyickiréti iskolába, de télen meg viszont életemben sose laktam Tanyán. Érdekes dolog az, hogy a feleségemmel együtt jártunk ebbe az iskolába, ők itt laktak a közelbe, és a legkedvencebb tanítónénink az Gramantik Mária tanítónéni volt. Ő itt öregedett meg ebbe az iskolába, ide már nem jártak gyerekek, és ilyen remete életmódot élve itt élt ebbe az iskolába, még utána is, amikor ez már nem működött ez az épület iskolaként. Majdnem, hogy a feje felől bontották le ezt az iskolát. Sokszor mesélte, nem tud szebbet elképzelni, mint amikor tavasszal a legelők pitypangtól és gólyahírtől sárgálnak, éjszaka pedig a mérhetetlen csillagos éj, mint nagy sötét kékség borul a gulya mellett alvó pásztorra. Szíve lelke mindig is a pásztorvilághoz húzta, állandó vendége volt a helyi és a hortobágyi hagyományőrző rendezvényeknek, programoknak. Tudtuk, hogy már jó ideje küzd a betegséggel, de valahogy nem akartuk elhinni, hogy az majd egyszer legyőzi őt. Aztán egy júliusi hajnalon, jó pásztor módjára, vette pásztorbottyát, kalapját, s elindult az égi mezőkre, ahol már sok-sok őse régóta terelgeti az égi nyájakat. Nem mesél már többi érdekes, izgalmas történeteket. Csendes, halk szavát, én már csak az angyalok értik.